Na, kicsim, holnap nem megyünk suliba. Halleluja, megmentettél a dupla matektól. Nem azért, hanem kiossuk ezt a zöld festéket itt a hajadból. Anya, ugye tudod, hogy legalább vagy 10-szer meg kell mosni ahhoz a hajam? Akkor 10-szer megmosod a hajad. Vagy tudod mit? Most, hogy így elgondolkodok rajta, ezt ma délután is meg tudjuk csinálni. Nem! Hogy mit mondtál? Nem! Azt mondtam, hogy most azonnal bemész a fürdőszobába, és megmosod a hajadat! Hát, azzal túl sokat nem fog segíteni, csak úgy mondom. És szerinted az engem érdekel? Addig mosod a hajadat, ameddig ki nem jön belőle a festék! Akkor inkább holnap nem menjünk suliba, de megyünk suliba. Úgyhogy most szépen leöltözöl. Anya, tudod, hogy szégyellős vagyok. Nem érdekel. Öltöz, gyerünk! Tessék, osztam 2 fél sampont is. Anya, menj már ki! Nem megyek ki. Nem vagyok már dedús, hogy mindig nézd, hogy fürdök. Szerinted engem az érdekel? Fogj hozzá a hajmosáshoz. Ó, tényleg, és én meg idehozom a könyvemet, hogy ne unatkozzak addig is. Na, itt van a könyvem, kedvenc könyvem, amit már vagy 3-szor elolvastam. Tudod, hogy utálok olvasni? Ja, Istenem, nem neked mondtam, magamban beszéltem. Anya, olyan szigorú vagy mostanában. Hát, nem mondod. Jó, Istenem, ezt akárhányszor elolvasom, mindig ugyanolyan jót nevetek rajta. Anya! Ó, igen. Már teljesen kifakult a hajam, nem is változott semmit, így nem mehetek holnap iskolába. Mert ki fognak csúfolni egyszerűen. Nem érdekel, szerintem annyira nem feltűnő. Na látod, azt akartad, hogy kimossam a zöld színt. Na most szép, kifakult zöld színű lett a hajam. Akkor holnap is mosod. Mi van? Holnap is mosod? De anya, egész nap mostam már. Már ki fog szakadni a hajam? Hát sajnálom, de a hajad az nem tud kiszakadni. Már így is eléggé levágattad. Hát igen, már el fog vékonyodni, olyan szép vastag volt a hajam. Semmilyen kifogás nem érdekel, öltözz föl és aludj. Olyan jó most, hogy ilyen kifakult zöld a hajam. Egyszerűen imádom. És amúgy is, miért nem tetszik anyának a hajam? Ő is festeti szerintem, legalábbis szerintem ő szőke, nem is barna igazából. Reggel. Ó, jó reggelt! Jó reggelt! Mi ez a pizsama? Hova lett a jó kis szivárványos pizsamád? Háj, új pizsamám van, ha még nem vetted volna észre. Bocsász, eddig még mindig abban a hülye pizsamában aludtál. Na, irány! Gyerünk, irány a fürdőszoba! Öltözés le! Anya, még egyszer nem fogom beégetni magad előtt, vagy nem fogom beégetni magam előtted. Jól van, de hogyha bejövök, és nem leszel a fürdőkádba, akkor én nem tudom, mit csinálok. És majd hozod be nekem a reggelit? Igen. Jól van, de nem tejcsit kérek. Édesem, jó reggelt, vár a munka, és mindjárt kész a reggeli. Ó. Édesem, öltöz föl, már rég kész van a reggeli. Jó, szerintem ahhoz még nem kéne felöltözni. Mindjárt menned kell munkába. Hova viszed azt a szendvicset? Hát, hova vinném, aki lányunknak viszem? Minek viszed? Nem tud kijönni? Haj, te ezt nem érted. Oké. Itt van a szendvicsed. Bocsi, de éppen 2 sampon van a kezemben, úgyhogy nem tudom megfogni. Akkor most szünetet tartunk. Amúgy tudnék a csapból is inni. Hát, igen, tudnál a csapból is inni, csak én azt nem engedem. Tessék, itt van. Nyugodtan edd meg.
Majd kiviszem a tányért. Jó, de kedves tőled. Na, finom volt. Igen, nagyon. Akkor most szépen moshatod is tovább a hajadat. Hú, és tényleg mindjárt el fog késni. Na jó, hát még egy utolsó puszi. Sok szerencsét a munkához. Jó, van, de most hát tényleg el fog késni. Megnézem, hogy halad. Szia, anya! Örülök, hogy újra itt látlak a fürdőszobában. Ó, nagyon jól haladsz. Igen, azt hiszem most mosom harmadjára a hajam. Jól van, majd hamarosan szép barna lesz. Amúgy nem az én döntésem, hogy hogy néz ki a hajam. Nem. Amíg 18-on alul vagy, vagyis nem vagy 18 éves, addig én mondom meg, hogy milyen színű lesz a hajad. Ó, annyira hálás vagyok, hogy te lettél az én édesanyukám. Hogy mit mondtál? Nem rád tartozik. Jó. Kicsim, készen van a reggeli. Hol vagy már? Ó, mi a baj? Szerinted mi lenne a bajom? Egész nap ebbe ülök, és már mindjárt szétsorhat a bőröm. Ó, akkor gyorsan szállj ki. De akkor menj ki. Már elege van, hogy mindig nézel. Jó, jó. Akkor gyere édesem evédelni. Nem megyek. És amúgy most ez a ruha van rajtam. Tudom, hogy nem vetem vissza a másikat, mert akkor leszólsz, de akkor legalább ezt hadd vegyem föl. Jó van, akkor hozzám be az ebédet? Hát igen, azt mondjuk megköszönném. Tessék, itt van. Csináltam egy kis krumplit, meg egy kis fasírtot. Nagyon jó, mert nem szeretem a fasírtot. Ó, bocsánat, nem tudtam. Anya, jól tudom, hogy tudtad, hogy nem szeretem a fasírtot. Ó, tényleg, bocsánat, nem tudtam. Na, mivel most már egyből kedves velem? Na, megeszem. Fúj, ez milyen narancsli, ez nagyon-nagyon rossz. Anyu! Ó, igen, itt vagyok. Kivinnéd? Szerintem te is tudtad talpadra állni azért. Nem, az is... A talpam az szinte szétomlott. Ah, nagyon jó. Na szóval... Aj, mi van? Mivel annyira rossz állapotban vagy, ezért most itt foglak megfésülni. Te anya, miért kell megfésülnöd? Egyébként is itthon vagyok egész nap. És amúgy még te sem vettél fel egy normális ruhát. Ó, bocsánat, de nem maradhat így a hajad. Olyan rövid, hogy azt sajnálom, de nem tudod megfésülni. Hát, de valamennyit ki tudok hozni belőle. Tadám, készen is van. Menj és nézd meg a tükörben. Te mondtam, hogy nem bírok fölállni? Azért annyira csak föl tudsz állni. Nem. De. Jól van, akkor annyira felállok. Na, hogy tetszik? Úgy nézek ki, mint egy kecske. Ó, csináljam meg máshogy. Igen, örülnék neki. Na, így már tetszik? Jól van. Kimegyek. Ez még rosszabb. Ez nagyon borzos lett. Ezt újra kezdem. Hadd nézzem meg. Wow, ez nagyon tetszik. Szerintem maradhat is így. Tessék, ez neked tetszik? Igen, ez nagyon jó. Kislányom, így nem maradhat a hajad. Tiszta kócos. Nem mindegy. Vagy akkor megcsináltod úgy is, vagy megcsinálom magamtól, ahogy a fodrász csinálta. Ugye nem arra a hajra gondolsz, ami az előző pár napban volt. De igen. Jól van, akkor inkább maradjon. Na, köszönöm. Ó, szia, édesem. Ó, szia. Milyen volt a napod?
Egészen jó. Hello. Szia, milyen volt a napod? Hát azon kívül, hogy igazából már szinte szét van poshadva vagy roshadva, nem tudom, hogy lehetne ezt jobban kifejezni a bőröm, mert hogy anya egész nap fürdetett. Igen, szinte fürdetett, mert minden egyes másodpercben be kellett, hogy jöjjön, és ráadásul a hajam is ilyen lett most, és anya egész nap pizsamába volt. És igen, na, körülbelül ennyi. Amúgy igen, nagyon szép a hajad. Ne tette is magad, tudom, hogy nekem nem tetszik, de nekem tetszik. Jó van.